Még sohasem voltam ilyen jól. Mennyire aggódtam? De azokat a gazembereket megkeresem és ellátom a bajukat. Isten őriz! Hagyja őket, kérem! Azok az édes fiúk! Vödös Márti Mihály a Fátyol titkai című darabját próbálja a Báta Székényszín játszó csoport. A nagymúltú társulat több műzikát és színművet vitt már színre, ám egyszer csak, ahogy mondani szokták, elfogyott a lendület. A tetszhalott állapotot a műfáz vezetése szüntette meg. Gondoltunk egy nagyot még az előző év végén, és a kolléganőmmel, a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület vezetőjével, Kalmár Évivel, hát összedugtuk a fejünket, hogy azon gondolkodtunk, hogy több éven keresztül nagyon sokáig sikeresek voltak a bátaszéki színjátszók. Különböző színdarabokat, műzikeleket állítottak színpadra, amelyek nagyon népszerűek voltak, nem csak a helyiek, hanem akár mondjuk a környező településen élők körében is. És összerántottuk a két ünnep között a régi bandát, illetve a meghatározó tagokat, és hát megkínáltuk őket egy lehetőséggel. Illetve Bátaszéken a gimnáziumban tanít az előző tanévtől Egle Anikó kolléganőnk, akinek van ebben rutinja, hiszen évtizedek óta elmondhatjuk, foglalkozik színházzal, illetve diákszínjátszással is. Anikó is szívesen vette a felkérést, illetve a régi motorosok is rábólintottak, és választottunk közösen egy darabot, amelyel szeretnénk a bátaszéki közönséget meglepni majd a városnapján. A Fátyol titkai Vörös Marti egyetlen vígjátéka. Egle Anikó, a rendező, nem először nyúl a témához. Én évek óta rendezek színdarabokat, itt is kezdtem a pályámat a műfázba, itt rendeztem először darabokat, többek között ezt a Vörös Marti Fátyol titka című színdarabot, amit Alsónyéken adtunk először elő, egy ilyen vöröskeresztes napon, és érdekes, hogy nem érdekes, hanem nagyon rossz emlék az, hogy azok, akik játszották a három fiút, azok már nincsenek az élők sorában, és egy kicsit nekik is tisztelünk, és emlékezzünk rájuk, hogy ők kezdték ezt a színdarabot itt először. És akkor ennek ilyen olyan történet van a színdarabnak, hogy ez a gimnáziumból indult, és ott is többször eljátszották, tehát ez egy olyan érdekes útja van ennek a színdarabnak, és még ma is aktuális, úgy érzem. Nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, de akik benne voltak a csapatban, meg akik nézték páram, azok már mind ilyen 50-es évek, meg 40-es évek korosztályhoz tartoznak. Ők biztos, hogy eljönnek, de nem csak ő rájuk, tehát ez egy olyan darab, amin nagyon jókat lehet nevetni, még játék, és nem kell megijedni, hogy Vörös Marti írta, aki a szózatot, tehát nem olyan konvoj, hanem pont a másik oldal az ő egyéniségének ez a vígjáték. Tudom meg, húzz vissza! Nem oda van! Fátyol van ez a kisasszony? Fátyol van? Most számolunk! Véged van, kecskebéka! Hogy beszélnek maguk Ligeti Vilmával? Ha! Végül Ligeti Vilma! Hallottátok? Vilmának mondja magát! A próbák remek hangulatban zajlanak, igaz, ma még mindenki szövegkönyvvel a kezében áll a színpadon, de jól haladnak a próbák, állítja a rendező. Ők tapasztaltak, tehát ilyen hangsúlyokat nagyon nem kell mondani, mint ahogy a gyerekeknél. Néha azért kell őket is javítani, inkább a színpad mozgást kell, amit majd még alakítanunk kell, illetve majd, hogyha most még csak kinéznek a papírból, majd ha leteszik a papírt, és akkor jobban tudunk mozogni, amikor a szövegtudás teljesen biztos lesz. De könnyű velük dolgozni nagyon. Bozsó Rita a régi tagok egyike. Most a mű egyik főszerepét kapta. Én játszom Ligeti Vilma kisasszonyt, és nem volt még hasonló szerepem, évek óta vagyok a színjátszókörnek a tagja. Nagyon jó hangulatban telnek a próbák, és hát még nehézkesen, mert ugye a szövegtudás nem 100%-os, de nagyon igyekszünk, úgyhogy jó csapat vagyunk. Amikor Erika néni abba hagyta, akkor nagyon szomorúak voltunk, és mindig reménykedtünk abba, hogy valaki ezt újra indítja, és lesz lehetőségünk. És mikor Lacék előálltak az ötlettel, akkor nagyon örültünk, és természetesen igen mondtunk a felkérésnek. A színjátszókör tagjai már a karácsonyi előadásra is készülnek. A Fátyol titkait az új színházi társulat július 5-én, 6-án a városnapi ünnepség keretében lebentik föl a nagy közönség előtt.